Szeptember utolsó előtti hete az egészségről szólt városunkban. Idén is megrendezték a több mint egy évtizedes hagyományokkal bíró családi egészségnapokat. Bár a rendezvény hivatalosan csütörtöktől szombatig tartott, már hétfőtől kezdve folyamatosan ingyenes csontsűrűségmérésen vehettek részt a biatorbágyiak. A csütörtöki nyitónapon az Alzheimer-kór, a demencia és a szűrővizsgálatok voltak fókuszban. A főtér melletti parkolóba már korán reggel megérkezett a Magyarország átfogó egészségügyi programjának részét képező szűrőkamion, ahol több mint 40 féle szűrésen vehettek részt a biatorbágyiak. A borús idő ellenére folyamatosan érkeztek az érdeklődők. Négy helyi iskolából közel 200 felső tagozatos diák érkezett, hogy megnézze és kipróbálja a különböző anatómiai modelleket, bemutatókat és a háromdimenziós anatómiai mozisátrat is. Délelőtt 10 órakor egy sajtótájékoztató keretében bemutatták és hivatalosan is megnyitották az eseményt. A tájékoztatón megjelent dr. Csernicki Tamás, az egészségház orvosigazgatója, Mohácsi István ifjúsági és sporttanácsnok, és beszédet mondott Egervári Ágnes, az egészségház vezetője, Pavlos Theodorakis, az egészségügyi világszervezet, azaz a WHO egészségügyi szaktanácsadója, Dankovics Gergely, Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramjának programigazgatója, és városunk polgármestere Tarjáni István. Tarjáni István Biatorbágy idős és családbarát politikáját, illetve annak résztvevőit emelte ki. Amellett, hogy idősbarát önkormányzat vagyunk, családbarát önkormányzat is vagyunk, tehát a teljes korosztállyal foglalkozik az önkormányzat. Dr. Egervári Ágnes, az egészségház vezetője felhívta a figyelmet, hogy szeptember 21-e az Alzheimer-kór világnapja. Másrésztről hangsúlyozta, hogy a WHO népegészségügyi problémaként kezeli a betegséget, és hogy a demencia valamilyen formája nem csak világszerte, de Magyarországon is sokakat érint. Az érintettek száma a gondozó családtagokkal együtt meghaladja az 1 millió főt is, ami a teljes magyar lakosság 10%-a. Tehát a betegek, az érintettek, az ápoló, gondozó családtagok itt vannak körülöttünk, és miközben nem csak fizikailag és anyagilag, hanem lelkileg is nagyon megterheli őket ez a betegség, rejtőzködnek. Pavlos Theodorakis, a WHO egészségügyi szaktanácsadója, csatlakozva dr. Egervári Ágnes vezérgondolatához, a nők jelentős érintettségét hangsúlyozta. A nők sokkal inkább érintettek, mint a férfiak, mivel a nők a magasabb átlagéletkoruk miatt statisztikailag többen betegednek meg, és az esetek 70%-ában ők gondozzák a többi demenciában szenvedőt. Dankovics Gergely, Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramjának programigazgatója, az országos projekt, illetve a szűrőbusz népegészségügyi sikeréről és fontosságáról beszélt. Mögöttünk áll Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja, ez a közel 20 méter hosszú szűrőkamion, ami az Európai Unió regionális fejlesztési alap és Magyarország kormányának közvetően a legkorszerűbb vizsgálati eszközökkel van felszerelve, 40 féle ingyenes vizsgálatot biztosít a lakosság részére. A beszédek után bárki szabadon csatlakozhatott a Memória Café és a Füzes Gyalogló Idős Klub csoportos Alzheimer sétájához. A közösségi megmozdulás célja az volt, hogy ezzel hívják fel a figyelmet a kortól szenvedő betegek és az őket ápoló családtagok nehéz helyzetére. A pénteki napon a Juhász Ferenc Művelődési Központ adott helyet a programoknak, ahol a táplálkozás, a csontozat, a mozgásállapot felmérés és a véradás voltak a központi témák. Erdélyi Alisz dietetikus táplálkozás tudományi szakember a csontbarát táplálkozásról tartott előadást. A csontrikulás kezelésének és a kóros csonttörések megelőzésének nagyon egyszerű módja van, az elegendő kálcium és D-vitamin bevitel, illetve a megfelelő fizikai aktivitás. Dr. Somogyi Péter, ortopédus, egy egyedülálló, a biatorbágyi 6. és 7. osztályosok mozgásállapot felmérésével foglalkozó programot mutatott be az érdeklődőknek, amely során hangsúlyozta többek között a mozgásszegény életmód veszélyeit is. A mozgás hiány mellett azért azt látni kell, hogy vannak civilizációs ártalmak, és gondolok itt például kezdetben még a tévére, ami azt mondom meg a videóra, ma már nagyobb problémát jelent a mobiltelefon, aminek gyakorlatilag a napi több órás használatával a gyerekek már a korai időszakban olyan testi deformitásokat szereznek, ami a későbbiekben maradandóvá válik. Asztalos Réka, gyógytornász, a mozgás csontritkulást megelőző szerepét elemezte. Ugye hát ha elkerüljük a rizikófaktorokat, megfelelően táplálkozunk, kellő mennyiségben és minőségben mozgunk,
és amikor az szükséges, akkor részt veszünk a szűrővizsgálatokon, akkor nagy valószínűséggel egy egészséges csontozatot tudunk fenntartani. Ezután a Visszavérem program következett, ahol Szádváriné Kismária, a Juhász Ferenc Művelődési Központ igazgatója beszélgetett a véradás fontosságáról Szanyi Józseffel, a Magyar Vöröskereszt Pest vármegyei alelnökével, dr. Egervári Ágnessel, az egészségház vezetőjével, Schmidt Violával, több mint 30-szoros véradóval és Csáki Somával. A szombati zárónapon az egészségházban folytatódtak az ingyenes szűrővizsgálatok. Ezzel párhuzamosan a Juhász Ferenc Művelődési Központ kiállító terme és udvara adott helyet a Magyar Vöröskereszt által szervezett retróvéradásnak. Nagyon örülök annak, hogy nagyon sok első véradóval találkoztam, és bízom benne, hogy ezekből a véradókból rendszeres véradók lesznek. Elsősorban azért jöttem el ide a faluházba vértedni a mai nap, mert apa már 10 éve jár, és nagyon nemes célnak gondolom, hogy ezt az egészet, és most egy fél éve betöltöttem a 18. életévet, és most már én is jöttek. Végül összesen 115 ember adott vért. Dr. Egervári Ágnes, az egészségház vezetője és az esemény egyik fő szervezője is pozitívan értékelte a családi egészségnapokat. Azt gondolom, hogy túlteljesítettük a korábbi évek számait, úgyhogy én nagyon örülök ennek, hogy így elnyújtottan és több napon, munkanapon is és hétvégi alkalommal is lehetett a szűréseken részt venni, úgyhogy sikeres rendezvénysorozatot tudhatunk magunk mögött. A családi egészségnapok csak néhány nap az évben, amikor lehetősége nyílik a biatorvágyiaknak arra, hogy jobban megismerjék a testüket fenyegető kellemetlenségeket vagy éppen veszélyeket. Vagy ahogy Karinti Frigyes írja az Utazás a koponyám körül című művében. Szerveinknek külön-külön megvan a maguk sajátos kifejezési eszköze. Beszélni tudnak, csak érteni kell a szavukat.